elkezdjük rendkívüli történelem óránkat. Az Egmond nyitány követni fogunk. Nagykanizsán is népmozgalmat váltott ki az 1956. október 23-i budapesti forradalom híre. Büszkék lehetünk arra, hogy 1956 kapcsán városunkban is van, mire emlékeznünk. A helyi történések, a DKG dolgozói, a gimnazisták, Orbán Nándor, dr. Lékai Gyula, dr. Pajs Ferenc, a Csitvári Krónika, az Arany Dániel Gimnázium, a mai Batthyány Lajos Gimnázium diákjai és tanárai kiállása a jó ügy mellett ma is élő példa kell, hogy legyen. A méltó emlékezés azt kívánja, hogy tisztelettel és tisztességgel emlékezzünk meg a régmúlt hőseiről és ártatlan áldozatairól. 1956 örök tanulsága, hogy nem szabad félni. S vannak örök ifjú hősök, akik példaképpé is válhatnak, mert fiatalos lendülettel széttörték az agyunkat és a szívünket nyomasztó félelmet. Nem szabad feledni a fénylő arcokat. 1956 azt üzeni, hogy nem előre, hátra vagy oldalra van a kitörési pont, hanem fölfelé. Felemelt fejű és emelkedett szívű népnek van jövője. Nagy Gáspárral szólva, megigész fénylő arcuk, lám a lélek és lelkesültség mi káprázatos ikerpár, együtt őszinte Isten oltár. Ezért ajánljuk jó szívvel ezt a rendkívüli történelemórát a mai diákoknak. Micsinai Dominik, 9. E-osztályos tanulót kérem, hogy mondja el szép versét. Nagy Gáspár, október végi tiszta lángok. A lángok robbanó szívéhez értem, amikor a nagyszerű halált megidézem. Mikor a könnyek az épből estek, mikor legjobbjaik értünk elestek. Helyettem, helyetted is, itt Budapesten fiatal vérük folyt már az első esten. Egy örökre szent évszámú kedden, aztán sokáig. S forró szívükben a világ fölemelhette még egyszer lehajtott fejét, még reszketve arra várt, hát ha megválthatja bűnös önmagát. Gyújtott hát sebesen örök mécsest. A halál bizony több lett, mint az élet, és ezerszer szentebb a gyávaságnál. Fényeskedjetek a gyertyalánknál. Mikor a könnyek az épből estek, mikor legjobbjaink értünk elestek. Élők, mutassátok fel a világnak, a hunyorgó égi csillagoknak a mi hőseinket, szent halottainkat, akik most már jobban ragyognak, és fényük egyre fényesebb lesz, ahogy megérti áldozatukat a nemzet. Ha századonként legalább egyszer föl kell, és nem riasztja semmi fegyver. Köszönjük. Tisztelettel és szeretettel köszöntjük vendégeinket, dr. Wagnerné Mohácsi Erzsébetet. Nyugdíjas egészségügyi dolgozó, és 1956-ban 8. osztályos diák volt. Ugyanúgy szeretettel köszöntjük Vitéz Nagy Ottót,
aki elárulhatom, és gratulálunk őszinte szívvel, minap nem régen kapott Magyarország köztársasági elnöke által a magyar érdemben tiszti keresztjét, kitüntetést, polgári tagozatát adományozta a köztársasági elnök úr Vitéz Nagy Ottónak. Az indoklás az 1956-os forradalom és szabadságharc és az azt követő megtorlás során tanúsított példamutató helytállása, valamint a kommunista diktatúra alatt megkurcoltak érdekében végzett fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként Nagy Ottó úrnak, aki a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Nagykanizsai Szervezetének is elnöke, és annak idején pedig hát DKG és majd üveggyári dolgozó volt, a munkás tanácsok kapcsán is biztosan foggathatjuk, illetve sok minden másról, de mielőtt kezdődne a beszélgetés, a faggatás, talán kezdjünk néhány hangulatébresztő fotóval, melyek leginkább a budapesti történéseket hozzák ide elé. Lehet, hogy nem mindenkinek ismerős minden kép, majd még visszatérőleg fogunk rá akár utalni. Ez csak hangulatébresztő, és akár még menjen. Láthatod, hogy voltak itt pesti srácok és lányok. Majd látunk később kanizsai kamaszokat is, de ezek egyelőre a budapesti történések. Hát látsz itt nagyon romos házakat is. És kilőtt tankokat, és itt menjünk vissza egy pillanatra, mondjuk a lyukas zászlóra a háttérben. És folytatjuk a beszélgetést. Most már egy kicsit ülve, bár hátulról lehet, hogy nehezen követhető, de hadd fejezzük ki így a tiszteletünket továbbra is. Tehát először első blokkban lesz egy budapesti blokk, lesz egy kanizsai blokk és lesz egy gimnazista blokk. Én hadd kérdezzem először pár az Erzsikét illemede az Ottót arról, hogy Budapest hírei hogy érkeztek el Kanizsán? Mit lehetett Kanizsán ebből érzékelni, hogy ott valami csodálatos, persze súlyos dolog is történik? Hát ugye a rádió az félrevezető tájékoztatást adott, Csőcsel először semmit, csak gyászzenék mentek a rádióban, később, hogy a Csőcselék mi mindent csinál. Mi leginkább onnan tudtuk tájékozódni, hogy a postajárat és a vasutasok, akik Budapestről jöttek haza, ők tájékoztatták a Kanizsát, az embereket arról, hogy mi történik Budapesten, és 24-e, 25-e körül már a rádióban is lehetett tájékozódni ezekről a dolgokról. Erzsike, ugyanerről? Hát szintén azt tudom mondani, hogy a szüleim ültek a rádió előtt, hallgatták ezeket a jazz zenéket, amit közvetített, sokat nem tudtak, telefonunk nem volt abban az időben, nagyon aggódtak, mert bátyám egyetemista volt, részt vett a harcokba, és féltették. Később, ahogy Otto mondja, valóban már Kanizsán is ugye jöttek, mentek a teherautók, minden, és akkor már következő nap lehetett. Köszönöm. Németh Ferenc tanárodat kérdezem, ő a történelem tanár ebben a csapatban, hogy mint történelem tanár, röviden Budapestet és Kanizsát hogy kapcsolná össze? Engem is érdekelt ez a rádióval kapcsolatos történet, hogy miért játszott állandóan jazzzenét a Magyar Rádió, Kossuth Rádió. Utána is kellett néznem. Ugye arról van szó, hogy 1956. október 23-án este, illetve éjszakában nyúlóan forradalmi tömeg megostromolta a Magyar Rádió épületét. A diákok a 16 pontos forradalom programjának beolvasását kívánták. A védők, köztük a felfedezett AVH-s katonák ellenálltak és megostromolták az épületet. Hajnal el is foglalták ezek a szabadságharcosok. A rádió épületéből néhány lemezt
néhány opera lemezt, illetve komoly zenei művet, többek között Beethoven 3. és 5. szimfóniáját átmenetítették a parlamentbe, és ott egy ideiglenes rádióadást, rádióállomást létesítettek, és ezért lehetett az, hogy aznap este, meg a következő napokban a rádió nagyon sokszor a 3. szimfóniát, az Egmont nyitányt, a Bánt és a Hunyadi László című operát játszotta. Hadd mondjak néhány számot. 200 000 disszidens, 1000-es nagyságrendű áldozat. Érdekes, hogy fehér folt még tulajdonképpen máig hatóan az, hogy pontosan hányan is lettek ártatlanul vagy harcban áldozatok. 500 fölötti halálos ítélet, 300 ember ténylegesen kivégeztek. 26 000 bírósági ítélet szabott ki börtönbüntetést, és hát nem tudjuk összeszámolni, hogy hány karrier tört ketté, hány család élete dőlt romba. Erzsikét hadd kérdezzem erről, mert az ő családjuk különösen olyan, aki erről tud mesélni, de Erzsike néni megcsinálta azt a családtörténetet, amit minden mai diáknak is ajánlok, hogy faggassa a régieket, nézzen vissza a múltba, és utána föl. Hát igen, ami itt a számokban nincs benne, az egy nagyon nagy, az internáltak. Biztos hallottatok már Kistancsáról, Tökörről és a többi magyarországi internálótáborok, ahova ítélet nélkül lehetett az embereket vinni 6 hónapra, de ezt a 6 hónapot mindig hosszabbíthatták. Az én édesapámat is január 31-én tartóztatták le, először zalaegerszegi rendőrségre vitték, majd onnan Kistancsára. Ezzel megbélyegezték az embereket, ellenforradalmároknak, reakciósoknak vették, a családjuk retorziókban volt, én például 8. osztályos voltam a forradalom idején, jó tanuló voltam, 4,8 volt a bizonyítványom, az ország összes középiskolájából elutasítva. Fellebezésnek helye nincs, annyis voltam mindig. Nagyon szerettem volna gimnazista lenni, nem mehettem. A nálam butább gyerekeket irigykedtem, hogy korzóznak az egyensapkájukba. Én volt, hogy kölcsön kértem a barátnőmtől az egyensapkát, föltettem, aktatáskával a gimnázium felé jöttem reggel, hogy higgyék azt, hogy én is gimnazista vagyok. 14 éves voltam, mikor 4 órás fiatalkorú takarítónőnek felvettek a rendelőintézetbe. Ott kezdtem el a karrieremet a rendelőintézet fekete-fehér kockás folyosójának fölmosását. Szerencsére az igazgató szeretett, támogatott, megvédett a támadásoktól, mert a támadások jöttek, bár gyerek voltam, és végül leérettségiztem levelezőn, egyetemet végeztem, 41 éve dolgoztam az egészségügybe. De elvették a diát. Bocsánat. Nem tudom megbocsájtani soha. Ti talán nem érzitek, mert diákok vagytok. Milyen jó dolog diáknak lenni. Én nagyon-nagyon hiányítam. Nekem nincs érettségi találkozom. Nekem nem voltak diák szerelmeim. Nem volt szalagavatom. Ezeket elvették. Igen, azt hiszem, hogy nektek ilyesmikről kell mesélni, amit éreztek ti is, vagy érezhettek, és lehet, hogy a legegyszerűbb szimbólumokról is. Itt a mögöttünk van egy lyukas zászló. Lehet, hogy nem is tudjátok, hogy miért lyukas az a zászló. Ott kérdezhetem, hogy meséljen erről egy kicsit. A magyar zászlóban egy úgynevezett hamis szimbólium, egy Rákosi címet meghívtuk mi annak idején Buzakalásznek. Szóval ami egyáltalán nem egyezthető össze a magyar történelmi relikviákkal, és ez volt a nemzeti színű zászló közepén. Ezt a forradalmárok egy kisebb, mikor kitört a szabadságot és oda kivágták. És akkor ezért lett a lyukas zászló a szimbólum, hogy a gyűlölt Rákosi címe kikerült belőle. Ha már címerről van szó, mikor édesapámat letartóztatták és természetes házkutatás volt, akkor többek között elvitték és bűnjel volt 56 decemberében, mi előfizettük az Élet és Tudomány, egy nagyon jó tudományos újságot, és annak a címlapján a Koronás címer volt. Ez egy bűnjel volt annak idején.
pedig nem tehetünk róla, mert újság volt. Tehát csak a címerekhez kapcsolódóan. Tehát voltak hősök, voltak ártatlan áldozatok, és még mindig van sok fehér folt. És még az az érzésem néha, hogy ma is félelemmel közelítik 56-ot. Pedig 56-ban, higgyétek el, majd remélem, hogy bővebben is megtudjátok, hogy nagyon sok nagyság, nemesség és becsületesség volt. Ennek ellenére üresek sokszor a zászlótartók a mágon. Pedig ez egy olyan jelképe a magyarságnak, ez a magyarok csillaga lehet, amelyről jó lenne, ha nem felejtkeznénk el. Én erről egy kicsit, erről a társadalom lélektani vetületről hadd kérdezzem még akár melyik beszélgető társamat, hogy miért nem tevődött ez még mindig a megfelelő helyére. Tudom, hogy nagyon nehéz kérdés, de van-e véleménye a beszélgető partnereknek erről? A félelem, ami bennünk van. És főleg a történelem hamisítás, ugye sokáig az ellenforradalomnak kellett nevezni 1956-ot, minden irodalom műben kitörölték az 56 emlékét, meggyalázták, meghamisították, megmásították, úgyhogy a édesapátok, szüleitek úgy nőttek fel, hogy egyszerűen nem tudták, hogy mi volt 1956-ban. Mi meg nem nagyon mertük erről beszélni, mert hát olyan megfélemlítés volt utána, olyan terror volt, hogy mindenki magába fordult. Történelmi tanárként engem a számok érdekeltek mindig, most is, és engem borzasztóan zavart az, hogy soha nem tudtam pontos számolattal szolgálni diákjaim számára, hogy mikor, mennyi, mekkora haderővel támadt a Szovjetunió, vagy egyáltalán a különböző pesti felkelő központoknak a harcoló alakulatairól se tudtam diáknak pontos adatot mondani, és hát különböző internetes, megbízható és kevésbé megbízható forrásokból mostanában az derül ki, hogy rengeteg olyan adat van, magyar is, meg nyilván a megszállók részéről, amit hosszú időre egészen 2061-ig titkosítottak a hatóságok. És ezért lehetséges az, hogy az áldozatok, a mártírok számát is olykor 2300-ot teszi egy tankönyv, olykor pedig nyilván túlzó módon, meg másfajta jelentésekre támaszkodva, de akár 20 000-re is tehet egy tankönyv. A beavatkozó szovjet haderőben is így van, 58 000 főtől 200 000 főig terjed az a létszám, amiről a források beszélnek, de hát azt hiszem, hogy ez majd hosszú idő múlva fog kiderülni, de az is lehet, hogy még akkor sem. Jó lenne hosszabban időzni. Sok-sok konkrétumnál, de kérem, hogy Budapestről jöjjünk Kanizsára, és kérem, hogy néhány kanizsai kép következzék. Közben ismétlünk, ez sem baj. És, igen, tehát itt már az előző is az volt, hogy nem, ez még Budapest, és igen, tehát a gimnazisták ott vonultak az első sorokban. Igen, ez az Erzsébet tér, ahogy az Ivánt leszedik, és a vörös csillag helyére került a magyar zászló. Itt egy kicsit időzzünk, ezek a gimnazisták. És még tanárok is vannak ott. Mehetünk tovább. Ivánt húzzák le, és ez pedig a bázakeretjei fúrási dolgozók tüntetése, mert a fúrási dolgozók erősek voltak itt Zalában, és ez egy szép jelenet. Ezt már nem kérem, most megint legyen a háttérben, mondjuk ez. Tehát Kanizsát illetően is ez a bizonytalanság megvan. Sokáig azt se tudtuk pontosan, hogy hány áldozat volt Kanizsán. Erről mondatok-e valamit okulásul, bár azt hiszem, hogy az áldozatokon kívül fontos, hogy a példaembereket is emlegessük Kanizsán, mert hogy aztán ebből lettek azok a megemlékezések és emlékművek, amelyeket szintén sorolhatunk.
Én a kanizsai történéseket hadd kérdezzem most mindannyiunk doktor. Hát ugye a kezdetnél, én mint mondtam, 8-as voltam, tanáraink vezetésében mi is vonultunk a határőr laktanyába, ugye az egész kicsikek is, gyerekek is, akkor ott voltunk a szobordöntésnél, ami éjszakában nyullott, és a végén a gépgyárból hoztak egy úgynevezett mackó nevű vontatót, amit narra rákötötték a divánra, és akkor így az egy nagy rántással lerántotta, külön gurult a feje, a lába, mindene. Arról pedig természetesen ennek a szegény embernek, aki hozta ezt a vontatót, sok év börtönnel jutalmazták a közreműködését. Arról a szobornál voltak ilyen rövidek, azokat pedig, akik lent voltak, azokat verték le. Akkor a mozikert, ugye hát mi úgy hívtuk, itt volt a sarkon szembe a pártház, az ávó, és hát jöttek ide este tüntetni az emberek, és kilőttek az ávósok ebből az épületből, ugye a fák felé. Most Pekére szegény Skellák Józsefné 52 éves asztalos feleség, sok gyermekkel ott állt a fák alatt, és pont eltalálták, valamint két fiatal embert az Ingert és a Balogötbe, az egyik az bele is halt hasrövést kapott a sérülése. Ezekről természetes hallgatás volt, tehát nem voltak az ezek nagyon publikusak utána. Amúgy 14 volt tudomásom szerint a sebesülteknek a száma. Hát én visszamennék egy kicsit az időben, október 26-án a DKG-ban, a Dunántúli Fülöpei Gépgyárban kezdődött tulajdonképpen a forradalmi megmozdulás, addig semmi nem történt Nagykanizsán. A gépgyárnak a úgynevezett vascsarnok tetején lévő vörös csillagot hát én vágtam le, technikus gyakornok voltam a Dunántúli Kőolimpiai Gépgyárban, és hát fel kellett mászni a csillagot valakinek, én jó alpinista voltam, hát fölmásztam, soha nem volt a kezemben még ilyen lángvágó készülék, meg is égettem kicsit magamat, de nem számított, tehát vágtam a csillagot, a fiúk bevitték a büdös árokba, azt úgy hívták akkor a Lajtak csatornán, és a Zalán József nevezetű futballistával, az egy akkor nagyon jó menő futball csapata volt a gépgyárnak, azzal megszerveztük a felvonulást, nem láttam a képet, de a múzeumban van a gépgyári felvonulásról egy kép, ott a szélén vezetjük a töveget, a Jóska egy kis csepel motorkerékpárról ment, így gyarog, és vezettük a csapatot végig a városon, csatlakozott hozzánk az üveggyár, a termékforgalmi dolgozó, és végig a vár utcán az iparterepekről jöttek az emberek, és akkor úgy az emberek vágták le, amelyre elborultuk a vörös csillagokat, és dobálták le, csillagullás volt Nagykanizsán. Szóval így kezdődött a forradalom, és utána már később került sor az Ivánnak a csókítására. Otto bácsit szeretném megkérdezni, hogy milyen jelszavak hangzottak el, mert nyilván ez is érdekes lehet egy mai diák számára. Mit kiabáltok tömeg? Elsősorban, hogy úszkik haza, és szabadságot, és még egyszer, ezt senki nem tudja elképzelni, hogy milyen terror volt Magyarországon az időben. Rákos jég, lesöpörték a padlásokat, a szerencsétlen parasztoknak annyi ennivalót nem hagytak otthon, hogy a családjukat ellássák. Elvitták mindent úgynevezett jóvátételben, Szovjetunióban, szóval iszonyatos terror volt. Ez, aki nem élt bent, azt nem tudja elképzelni, hogy a kommunizmus milyen iszonyatos megtorlásokat és terrort alkalmazott. Ugye ezt, ha visszamegyünk az időben, ez 1887-ben a Párizsi kommunben kezdődött, ott is megöltek 80 ezer embert, a kommunisták, utána ez folytatódott 1919-ben Magyarországon, illetve a Szovjetunióban volt a forradalom, de hagyjuk. Magyarországon a vörös terror iszonyú emberáldozatokat követelt, ártatlan, békés embereket csak azért, mert dolgoztak, hivatalkodtak, lemészároltak ezek a privilégiák szabályosan, akiket utána istenítettek, szobrokat emeltek nekik, utcát neveztek el róluk, tankönyvű példaképek voltak, Szabretikó, Kundéna, Rákosi Mátyás és a többiek. Szóval iszonyat, és ez után ezt a terort volt felkiváltani a 56-os forradalom és szabadságharc. Szóval nem véletlenül jött el az egész. Köszönöm szépen, egy másik kérdésem is van. Yeah.
nagyon gyakran beszélünk ávósokról, illetve AVH-sokról. És ezt a diákságnak el szoktam mondani, hogy tulajdonképpen az AVH, az ávónak, a Magyar Rendőrség Államvédelmi Osztályának az utód szervezettel, miután a Honvédség katonai politikai osztályával egyesítették, és beszélni szoktak kék és zöld ávósokról is. Igazából a kék ávó az volt az 56-os forradalomban a legveszélyesebb a forradalmároknak nézve. Kikből lettek a kék ávósok? Hát a kék ávósokat külön négy csoportból gyűjtötték, a legsötétebb, a legbrutább embereket, elnézést, hogy így fejezem ki magamat, de az Alföldről a legtanulatlanabb, iskolázatlan embereket gyűjtötték be ebbe a pozícióba, akik mindent végrehajtottak, amit az eljáró hatalom megparancsolt nekik. Na most az AVH vezetői azok nem voltak ilyen sötétek, ezek leginkább Görögországból ide menekült görög emberek, a Szovjetunióból ide vezényelt kettősök magyar állampolgárok, akik hát ugye ki voltak 19-ben Szovjetunióban, és ott megfertőzték, átnevelték őket, visszatették Magyarországra. Tulajdonképpen Rajk László alapította meg az államvédelmi hatóságot, és érdekes módon az ők végezték ki Rajkot hamis vádak alapján. Most azért nem kell azt hinni, hogy a Rajk egy becsületes ember volt, nem volt az. De a kommunisták egymást is írtották, pontosan azért, hogy megfélemlítsék a többieket, hogy mindent végre lehessen hajtani, hogy lássák az emberek, hogy nincs kegyelem, bárkit lemészárolnak. Tehát aki nem állt be a sorba, annak annyi. Na most a zöld ávósok a határőrség volt, ők se voltak egy nagyon rendes emberek, mert hogyha megnézzük a tanulmányokat, a úgynevezett disszidenseket, akik megpróbáltak a határon átszökni, elhagyni Magyarországot, szó nélkül lelőtték, úgyhogy felszólítás nélkül lőttek az emberek, tehát azok is privékek voltak. Most az, hogy milyen gyűlölet volt, ha megengedik, akkor létrejött az úgynevezett magyar nép mi atyánkja, négy sor az egész. Mi atyánk, Hruscsov, ki vagy a Kremben, átkoztassék meg a te nevet úgy Moszkvában, mint Pesten. Ne vidd el a kenyerünket, ereszd haza a mi foglyainkat, miképpen mi is hazaküldjük a megszálló csapatokat. Tiéd az ország, tiéd a hatalom, de nem mindörökké. Amen. Tehát Kanizsán volt három áldozat, és Kermák Józsefné, 52 éves, nagykanizsai lakos, Ungor Károly, 16 éves, haslövést kapott, nagykanizsai lakos, egyébként nem gimnazista volt, sokáig ezt mondták róla, 2007-ben derítődött ki a fehér folt, és ide járt az ipariba, másodéves festőtanuló volt. És volt egy Balázs László nevű 15 éves, aki tüdőlövést kapott, ő Szombathelyről jött ide, keveredett ide pénteken, és aztán ott halt meg Szombathelyen, halt beletve a sérülésébe. De nem csak a fájdalomról és a szomorúságokról beszéljünk, hanem arról, hogy és ezt röviden hadd említsem meg, hogy volt három olyan példaember, dr. Lékai Gyula, aki a Nemzeti Bizottság elnöke volt, dr. Pajs Ferenc, aki a közigazgatás vezetője volt, és Orbán Nándor, aki egyébként 36-ban a berlini olimpián ottusában ötödik lett, századosként végigharcolta a második világháborút, olyan legendák is keringenek róla, hogy lovas tiszt volt, hogy lóról ugrott át ellenséges tankra, és semmisített meg, tehát lóról tankot, de egyébként nagyszerű ember volt. A háború sajnos ilyen, hogy sok szörnyűség is van benne, de a háború után ő Nagykanizsán fuvarosként kellett, hogy éljen és dolgozzon, ez a nagyszerű ember, majd került el a Somogy országba, és 56-ban október 31-én mentek érte Kanizsáról Somogyfalszra, és csábították ide Kanizsára őt, hogy vállalja el a nemzetőrség parancsnokát. És itt talán akár tudunk is kapcsolódni már a másik témánkra, mert időnk fogytában a gimnazistákra. És kérem is, hogy következzenek a gimnazista képek. A Csittből egy-két lap, igen, ez kevéssé látszik, de majd azért erről beszélünk még.
a Csipnek ez volt a címlapja, ők szerkesztették, ilyen röplapokat szórtak, ott december elején például, és talán ez az utolsó maradhat is így. Szóval gimnázium. Ti egy olyan gimnáziumban jártok, ahol büszkék lehettek sok mindenre, így arra is, hogy 56-ban a mi gimnazistáink lelkesedtek, az nagyon jó, ha ti is tudtok lelkesedni. Az is jó, hogy voltak olyan tanáraik, akik ezt a lelkesedést is merre tudták terelni, mert Kanizsán négy laktanya is volt, itt is lehettek volna sortüzek, majd kérdezem is a beszélgető partnereket, de hál' Istennek nem volt. Viszont a gimnazisták ott voltak az első sorokban, utána is persze nehezen emésztették meg a történéseket, ebből lettek bizonyos perek, de ne szaladjunk ennyire előre. Hadd kérdezzem Erzsikét, aki sajnos nem lett aztán gimnazista, pedig, meg hadd kérdezzem Ottót, aki már nem, tehát már idősebb lévén nem kapcsolódott ide hozzánk a gimnáziumhoz, mert máshonnan érkezett, hogy számukra a gimnázium, mint olyan, akkor és ott mit jelentett. Tehát legyenek szívesek, egy kicsit meséljenek erről is. Sőt, vissza kell menni még az én előttemi időkhöz. Bátyám 1935-ben született, másodikas gimnazista volt 52-ben. Egy nap mindenféle indoklás nélkül jó tanuló, rendes, illedelmes gyerek volt. Kitették a gimnáziumból. Tehát nem tanulhatott tovább. Ugye ezt már nem tudjátok elképzelni, hogy esetleg azt mondják neked, hogy holnaptól nem vagy gimnazista, kész. Indok nincs, kész, nem vagy. Tehát én is félelemmel, és hát az előbb meg is csuklott a hangom, tehát nagyon-nagyon fájlaltam, hogy én nem lehettem gimnazista. Most a tanárokról. Hallottam én másoktól, hogy elítélték, hogy a tanárok élére álltak itt a diák tüntetésnek, természetes élére álltak, és nagyon helyesen álltak az élére, mert ha nem állnak, akkor valóban lehet, hogy a csőcselék veszi át az irányítást, és elmennek a dolgok. Édesapám például együtt volt börtönben a gimnáziumi tanár, köztiszteletben álló Harkány László tanárúrral. Megdöbbentő volt számomra, amikor 58. július 16-án, ahol van most a bíróság, annak az alaksorában volt a Kiskerbállalatnak a kultúrterme. És ott volt az ítélet hirdetése Orbán Nándornak és még három társának. Orbán Nándor a nemzetőrség parancsnoka három napig töltötte be a tisztségét. És talán neki köszönhető, hogy még egy pofon se csattant el a forradalminél. És ott volt három gimnáziumi tanár. Gőgös Ferenc igazgató úr, aki 5 évet kapott, ők azért kaptak csak ilyen keveset, mert őket csak szervezkedésben találták bűnösnek. Orbán Nándort az államrend megdöntésére, ezért ő 15 évet kapott, Gőgös igazgató úr kapott 5 évet, Sorti Jenő tanár úr 3 év 6 hónapot, Rimai Béla tanár úr 8 évet. Később volt, akinek ezt a harmadolták, de végül is megkapták. Tehát én gyerek voltam, oda mentem kíváncsiskodni. Bizonyára láttátok a nyomorultat, vagy zsambalsat. Úgy képzeljétek el, hogy az Orbán Nándornak a bokáján ez a nagy acélgolyó volt, és azt húzta maga után, össze volt láncolva a lába, a keze bilincsbe volt, mintha nem tudom én hova szökhetett volna meg. Siralmas volt. És akkor is voltak jó emberek, mert én emlékszem, hogy anyám barátnőjék gyűjtöttek pénzt Orbán Nándor és családjának, és egyszer tudom, még én is kimentem velük Balatonfegyvesre, ott voltak és oda kivittük a pénzt. Persze erről nagyon kellett hallgatni és csendbe lenni, mert baja lett volna annak, aki pénzt ad rá, vagy hát segítjük valamilyen formában. Na most nekem Orbán Nándor a parancsnokom volt, igen, beválasztottak a nagykanizsai nemzetőrségbe, és büszke vagyok rá, hogy nemzetőr lehettem Orbán Nándor parancsnokság alatt. Egy nagyon becsületes, tisztességes ember volt, nem engedett bennünket harcolni, nem engedett bennünket fegyelmezetlennek lenni, és visszautalnék Rímai Béla tanárúra, fizika-matematika tanás tanár volt, nagyon jó barátságban voltunk, ő volt az összekötője a gimnázium
tartoznak a nemzetőrséggel. Na most a gimnázium csak felvonulásokat szeretett, semmilyen katonai kiképzés itt nem volt, semmilyen lázítás nem volt, úgyhogy csupa rágalom, amit a tanárokról állítottak, szóval megpróbálták a rendet, a fegyelmet fenntartani. Úgyhogy itt csak azon múlott, hogy ki hány évet kapott, hogy milyen szerencséje volt. Rimai Béla is részt vett a nagy-magyarországi győri nemzeti tanácsban, én is delegát voltam a képjánkból, együtt voltunk, meg több orvos is volt a kórházból, és szegény Béla 8 évet kapott, hál' Istennek én 6 hónapot. Úgyhogy csak szerencsém volt, semmi másod. Nem szeretném megkérdezni, hogy november 2-3-án, akkor, amikor már teljesen nyilvánvaló volt, hogy szovjet beavatkozás történik, akkor a nemzetőrség milyen parancsokat kapott, vagy hogyan készült a város erre a várható támadásra? Na most még 2-án erről nem volt szó, pontosan 3-án este kaptunk értesítést, volt egy közvetlen vonalunk Király Bélával a parlamenttel, ugye az Ávótól örököltük meg a épületünket, illetve a rendszerűségnek a székházát, ott volt egy úgynevezett K-vonal, ami közvetlenül a parlamentben végződött, és ennek föltárcsázott és fölvegyét. Nekem is volt szerencsém 56-ban Király Bélában beszélnem. Hát az volt a parancs, hogy az ellenállás belátás szerint a legkisebb veszteség figyelembevételével történjen. Na most Orbán Viktor felmérte, hogy nekünk kézi fegyvereink voltak, és jött a harckocsi ezzel, tehát ezzel nem lehetett mit kezdeni, gyakorlatilag elrendelte a teljes passzivitást, úgyhogy nem állhattunk ellent a szovjeteknek. Hogy honnan tudtuk meg, hogy bejött, tehát hogy a november 4-e a változás? November 4-én vasárnap hajnalban kopogtak az ablakunkon, Csortás bácsi volt, a nagykanizsai polgári reptér akkor még volt parancsnoka, aki teherautóval ment Budapestre, és édesapám megkérte, hogy a bátyámat hozza valahogyan haza. És Csortás bácsi közölte, hogy vissza kellett fordulniuk, Bicskénél vannak az oroszok, Budapestet körbet kerítették, a Citadellát elfoglalták, ahonnan egész a szemben lévő Pest felülhető volt. Tehát vége volt az álomunk. Köszönöm. Azt hiszem, valahol meg kell állnunk, és legyen ez a pillanat, amikor nem foghatom tovább a szemtanúkat. Köszönöm, hogy eljöttek közé, és az Erzsike még szeretne mondani valamit. Azért a mai napokról is. Én a családjaim történetét kutattam, feldolgoztam, és biztos hallottatok már az Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltáráról. Onnan kikértem édesapámra vonatkozó adatokat. Több mint 300 oldalt kaptam. Ő egy senki kis ember, egy ügyvéd volt, akik két is később elvették az ügyvédséget tőle, és döbbenet, amit a hatalom erre az úgynevezett ügynöki megfigyelésekre fordított, mennyi pénz, energia. Őt például 10 évig jelentett róla egy ügyvéd kollégája, akivel minden vasárnap délelőtt a centrálba együtt kávézott, és igyekezett kifaggatni olyan dolgokról, amikre őt felkészítették az Ávónál, vagy hát a rendőrségnek az úgynevezett 3x3-as, erről biztos hallottatok. Tehát azt kérem tőletek, hogy a családtagjaitoktól otthon, nagypapák, dédapáktól érdeklődjetek, hogy élték ők meg ezeket a napokat, mit gondolnak erről, és hogyha van érintett, akkor máma már lehetőség van teljesen költségmentesen, hogy ettől a történeti levéltárból kikérjenek anyagokat, amennyiben van. Ezt majd a levéltár megmondja, hogy van-e anyag. És ott meg lehet látni. Én szinte apámról egy naplót kaptam az ügynöknek a jelentései által. Tehát ez a mai nap, és erről biztos hallottatok is. Esetleg van kérdés, szerintem szívesen válaszolok. Köszönjük szépen. Igen, azt hiszem, nem lehetne abba hagyni, de én most azt mondom, hogy meséltessétek a régi idők szemtanúit, mi is ezt tettük, és a leges legvége felé közeledve azért hadd idézzük Nagy Gáspárt
ami itt is összefoglalja számunkra a feladatot, emlékezni, látni, megnevezni és sohasem félni. És hadd fejezzék egy fiatalember, Kósa Dánielt, 11. D-osztályos, kérem, hogy mondja el azt az emblematikus verset, amelyből kiderül, hogy miért népek Krisztusa Magyarország, és miért ilyen nagy dolog a szabadság. Márai Sándor, mennyből az angyal? Mennyből az angyal? Menj sietve az iszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok. Ahol nem csillog a karácsony. Nincsen aranydió a fákon. Nincs más, csak fagy, didergés, éjség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék, szóljon hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogtad szaporán a szárnyad, repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény világol, meleg házakban terül asztal, a pap ékes szóval vigasztal, sejempapír zizek, ajándék, bölcs szó fontolgat, okos szándék, csillag szóló villog a fákról. Angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világ csodája. Egy szegény nép karácsonyfája a csendes éjben égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népen nézi, nézi. Egyik érti, másik nem érti, fejük csóválják, sok ez soknak. Imádkoznak, vagy viszonyodnak, mert más lóg a fán, nem cukorkák. Népen Krisztusa, Magyarország. És elmegy sok ember előtte, a katona, aki szíven döfte, a farizeus, ki eladta, aki háromszor megtagadta, vele mártott kezet a tálba, 30 ezüst pénzért kínálta, s amíg gyalázta, verte, szitta, testét ette, és vérét itta. Most áll, és bámul a sok ember. De szólni hozzá senki nem mer. Mert ő sem szól már. Nem is vádol, néz, mint Krisztus a keresztfán. Különös az a karácsonyfa. Ördög hozta, vagy angyal hozta. Kik köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit is cselekesznek, csak orrontják, nyínak, gyanítják ennek az éjszakának a titkát, mert ez nagyon furcsa karácsony. A magyar nép lóg most a fákon. És a világ beszél csodáról, papok papolnak bátorságról, az államférfi parentája, megáldja a szentséges pápa, és mindenrendű népek, rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várta csendben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt? Mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti ezt az a sok ember, mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott. Aztán csendben. De most sokan kérdik, mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik, ők, akik örökségbe kapták, ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal. Vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor, a gyermek, a szamár, a pásztor, az álomban a jászol mellett, az élet eleven előtt. A csodát most is ők figyelzett, leheletükkel állnak strázsát, mert
csillag ég, hasad a hajnal. Mondd meg nekik, menj bőr az anyja.